Kedves nézőink, dr. Ferenczi Norbert, a 10-es választókerület Fidesz-KDNP és képviselőjelöltje következik. Dr. Ferenczi Norbertnek már dédszülei is cegdédiek voltak. A helyi közgazdasági szakközépiskola elvégzése után közgazdász, majd jogász diplomát szerzett. Hivatásos tűzoltóként vezette a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság hivatalát, de korábban a Ceglédi Kistérségi Társulás hivatalát is. A legutóbbi csatorna beruházáskor elnöke volt a vízi közmű társulásnak. 3 ciklussal ezelőtt választották be először Cegléd város képviselő testületébe. Városunk jogi ügyrendi bizottságának jelenlegi elnöke, de volt külső szakértője Pest megye jogi bizottságának is. Hivatása a helyi középiskolákhoz köti, jelenleg a Ceglédi Szakképzési Centrum kancellárja. A stúdióban tehát dr. Ferenczi Norbert köszöntöm, és köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Én köszönöm, hogy itt lehettek. Üdvözlöm szerkesztő úr, üdvözlöm a kedves nézőket is. Akarja az imént elhangzottakat valamivel kiegészíteni? Ha igen, akkor itt a lehetőség. Néhány gondolattal, a politikai motivációval talán, mert azt gondolom, hogy akkor ismerik meg jól a nézők a képviselőiket, a képviselőjelöltüket, hogy tudják, hogy miért van a politikai életben, vagy miért akar a közdolgaival foglalkozni. Hát én ezt 2002-ben kezdtem, és azt gondoltam, hogy muszáj egy nem töredezett, jól összetartó képviselőtestületet állítanunk a város élére. Ezt, hogyha tetszik, értelmiségi felelősségtudatként is meg lehet fogalmazni. Kedves nézők valószínűleg emlékeznek rá, hogy akkor egy töredezett politikai paletta volt Cegléden, egy nagyon nehezen bármilyen színű kormányzattal hangot találó politikai éra volt ez, amikor egy jelentős adósságállományt halmoztunk fel, és ezzel meg kellett küzdeni. És ezzel úgy tudtunk megküzdeni, hogy kialakított egy egységes jobboldali városvezetést, egy kormányzattal jól kommunikáló jobboldali városvezetést, és ezért ennek a megteremtése érdekében csatlakoztam a városi politikai élethez, hogyha lehet ezt politikai életnek nevezni, bár Cegléden inkább helyi közéletnek szoktuk mondani, hiszen a politikát igyekszünk háttérbe szorítani, és közösen együttműködve válaszolni a várostérő kihívásokra, és ezeknek a kihívásoknak, a mai kihívásoknak kell megfelelni úgy, hogy a kormányzattal jól kommunikálunk, ezért jelöltetem újra magam. Kis visszatekintésre kérem, és az eredmények számbavételére a 10-es választókerület kapcsán. Igen, van mire visszatekinteni. A kedves nézők a napokban kapják meg a postaládákba azokat a tájékoztató anyagokat, amiben írásban is elmondjuk azt, hogy miket tervezünk, és mik vannak mögöttünk. Megmondom őszintén, hogy van mire büszkének lenni is, hiszen a Budai út végre megújulhatott, és az én képviselőségemhez kötődik, erre valószínűleg öregkoromban is büszkén fogok visszatekinteni. Biztosan örömmel mennek végig a kedves budai útiak, öregszülőiek, vagy az oda látogató turisták ezen az úton. Jó közvilágítással, kerékpárúttal megerősített út, és bizony, elmondhatjuk azt, hogy egy kiemelten fejlődő városrészről van szó. Ez az út egy M4-es lehajtóhoz vezet tulajdonképpen, ami egy 40 perces megközelítést jelent a főváros irányába. Látszik már a lakosság összetételén is, fiatalodik az ottani generációs igénybe, veszik azokat az új létesítményeket, amiket oda csináltunk, csatornát, egyes kültéri sportlétesítményeket, friss élmény a kültéri futópályánk és a kültéri kondiparkunk is. Továbbiak? Visszatekintés még? Maradva ennél a témakörnél? Én azt gondolom, hogy nagyon fontos a Malom-tószéli sporttelepnek a megújítása. A Malom-tószéli sporttelepre 2002-ben látogattam ki úgy először, hogy az öltözőket is megnéztük. Hát hámlott a csempe, hogy azt mondtuk annak idején, potyogtak a csempék, és meg kellett, hogy csináljuk, de nem láttuk a lehetőségét se, hogy nem láttuk a lehetőségét abban a költségvetési évben. Nem. Ezért fontos az, hogy egyes politikai konfigurációk kapjanak hosszabb időre, ciklusokon átívelően bizalmat, mert bizony a Budai út is 3 ciklusba telt, ez a Malom-tószéli létesítmény is 3 ciklusba telt, amíg ezt elvégeztük. De egyébként ugyanilyen hosszú idő kellett ahhoz, hogy csatornaberuházás alakuljon ki a Budai úton, vagy ugyanolyan hosszú idő kellett a már említett kerékpárúthoz, de ahhoz is, hogy a közvilágítás végre lendüljön az öreg szöllőben. Mennyire, hogyan érinti az ön választókerületét a M4-esnek az építése?
abszolút a kétharmad részében. Tehát az M4-es szakasz kétharmad az én választókerületemben esik, tehát ahogy említettem, a Budai út ehhez a lehajtóhoz, az új lehajtóhoz, teljesen zöldmezőben megvalósult új lehajtóhoz vezet, és bizony sokan használják, már csak azért is, hogy élmény vezetésben legyen részük, és ezen a szép részen jöjjenek át. A jelek szerint a város az nyugat felé terjeszkedik. Milyen megváltozott feladatokat ró ez? Milyen új feladatokat ró ez egy képviselőre? Ez egy politikai címke ezen a körzeten. Szeretném is, hogyha megtanulnák a ceglédiek, hogy erre lehet jönni még viszonylag olcsóbb telkekkel. És szeretném is, hogy a következő időkben minél többen költöznének ide, és ezeket tudnánk új infrastruktúrával is támogatni, ami utat és elsősorban vizet és csatornát jelent. Az öregszülőben nem lehet tovább halasztani azt, hogy vízünk legyen, tekintettel arra, hogy olyan szennyeződések jelentek meg, amik feltétlen orvoslást kell, hogy kapjanak, és ez nem lehet mással, csak vízzel. Eredményekről beszélt már. Hiányérzet címszó alatt mi fogalmazódik meg önben? Igen, egy fontos dolog, néhány úttal tartozunk, ez a Horgász utca és a Sorház utca. Mind a kettőt kiemelten fogjuk kezelni a következő időszakban. Polgármester urat kifejezetten megkértem, hogy kísérjen a Horgász utcába, és ezt mondjuk el személyesen az ottlakóknak, és nagyon örültem, hogy eljött. Illetve a politikai kommunikációnak a minősége, ennek a feljavítása egy picit kudarc élmény az én számomra, hiszen az elmúlt időszakban tapasztalhattuk meg azt először, hogy trágár beszéd, minősíthetetlen hangvétel jelenik meg a képviselőtestület ülésén. Még akkor is, hogyha nem a mi közösségünktől származik, ezt feltétlenül csalódásként kell, hogy megéljen, feltétlenül tudtára kell adni ilyenkor egy ilyen műsorban a választóknak, a televízió nézőknek azt, hogy ez nem jól van így, és válasszanak egy olyan közösséget, ami nem, hogy is mondjam, egy olyan csoporthoz tartozik, aki ezt a minősítetetlen hangvételt jeleníti meg. Nem hiszem, hogy hozzá kell ahhoz szoknunk, hogy ha valaki hangos és kritikus, akkor az jó is. Én mindig azt hallottam, hogy egy pozitív kommunikációval kell előállni, ezzel a pozitív kommunikációval kell menni a lakosság irányába, és kell vinni a problémáit tovább, a hivatalok, az egyes városi cégek, az országgyűlési képviselő irányába, és ha erre képes egy politikai közeg, akkor a miénk az, és e képes rá. Újra választása esetén milyen tervekkel, milyen programpontokkal készül a következő ciklusra? Imént már említettem, hogy az öregszőlőnek a víz és csatorna hálózatát nem halaszthatjuk tovább, azt feltétlenül meg kell csinálni. Van két olyan dolog, amiben folyamatról tudok beszámolni, tehát nyertes pályázat van a csapadékvízelvezetéssel kapcsolatban a Virág utca környékén, illetve a Mező utca környékén. Ugye a Mező utcának az aszfaltozását most zártuk, az oda betorkoló utcákat most rendeztük, de rendezni kell ennek csapadékvíz vonatkozásait is. Ez meg fog történni, illetve néhány napon belül kezdjük a nagyon nagy adósságunkat, a külső Kátai úti kerékpárutat, ugye? Ez az ipari parkhoz vezet, rengeteg ott közlekedő van. Sötétben közlekedtek, párhuzamosan fog történni a közvilágítás bővítése is, és ez a sötétben közlekedés is megszűnik a délutáni műszakosoknak. Van még bőven a műsoridőben, úgyhogy van alkalma egy összegzésre, egy zárszóra. Igen, nagyon fontosnak tartom, hogy elmondjam a televízió nézőknek, hogy a polgármesteri vita is küszöbön van. Nagyon fontos az, hogy erre a polgármesteri vitára kellő számú kérdés érkezzen, úgyhogy buzdítom a kedves televízió nézőket, azon túl nyilván, hogy jöjjenek el október 13-án szavazni, és nézzék minél többet a Cegléd TV-nek a vita műsorait. Nézzék a polgármesteri vitát is, ne csak bennünket, de polgármester urunkat is nézzék meg, és ne felejtsenek el kérdéseket, információkat küldeni ezáltal, mert a kérdésből mindig tanulunk, és hát kövessék nyomon Csáki András és Takács László vitáját, és ebből is szűrjék le azokat a politikai tanulságokat, amik mentén majd elmennek szavazni október 13-án. Dr. Ferenczi Norbert, köszönöm szépen, hogy nálunk jött. Én is köszönöm, hogy itt lettem.